Tehát most pedig górcső alá vezzük az őszi kiegészítőket, már ami ugye a mostani divatot illeti. Itt van velünk Paks Éva stylist, és hozott nekünk jó pár kelléket, amiket magunkra is vehetünk akár. És hát az az igazság, hogy szóval egyrészt ugye a kalap, mint olyan, mostanában nagyon nagy teret hódít, tehát egyre több emberen látom, és ráadásul ezt a fazont, amit mondjuk így elsőre nem biztos, hogy leemelném a polcra. Opa. Azt is vegyük fel, ezt a mécses tartó. Szóval, hogy ez a fazon lesz a menő? Nem csak ez a fazon, ahogy látod, többfélét hoztam. De igazából például ugyanez ez a nem, forma. Nem, anyagában igazából másak, hogyha látod, akkor ő egy könnyedebb őszi kalap, bár de a forma a kialakítása az hasonló. Igen. De itt van például ez a baseball sapka, ami egy ilyen nagyon szép, ilyen hasított bőrhöz hasonló anyag, szóval egy elegáns anyagnak a kombinálás egy ilyen sportos viselettel, mint a baseball sapka. De igen, valóban, hogyha mondjuk ezt a mécses tartót választanánk, akkor biztos, hogy valami teljesen újat mutatnánk. Azért bátorság kell ezeket a kalapokat hordani. Azt gondolod? Uh-huh. Én nem mernék kimenni az utcára. Egy kalapban? Igen. De egy ilyenben, ami most rajtad van? Se. Nem tudom, annyira egy olyan kiegészítő a kalap szerintem, ami olyan figyelemfelkeltő. Igen. Az ember azért nem szokta meg azt, hogy mondjuk így megy bevásárolni. De ugye, hogyha visszatekintünk bizonyos divattörténeti korszakokra, akkor ez egy alapvető kellék volt. Szóval azt gondolom, hogy talán egy kicsit elszoktunk tőle, és emiatt gondolod azt, hogy például idegenkednél tőle, hogyha egy ilyen kalapban mennél ki az utcára. Már a szalmakalapban is furcsán érzem magam a strandon, de hát igen? Azt muszáj, mert de az egy nagyon, annak nagyon hasznos funkciója van, úgyhogy ezt semmiképp nem hagyhatjuk. És mi a helyzet a nyakláncokkal és sálakkal? Azokban hogy érzed magad a szívesebben? Sál, jöhet nyaklánc, jöhet, bár látom, ebben is vannak olyan meghökkentő darabok. Ja, most ezeket ajánlanám így neked. Ezek igen. Olyan sálak, amit tudsz például a csuklódra kötni, hajpántként használni, illetve a nyakadba is ilyen kiskendőként. Most ezek a darabok nagyon térhódítóak, sokan kihasználják ezeket a funkciókat. Hogy kössünk ma meg egy sálat, hogy divatosak legyünk? Például ezt a, nézzük meg ezt a kis darabot. Mert azért ennek is van különféle divatja, tehát hogy mikor, hogy kössük meg, ugye? Tehát, hogy most mutatok egy ilyen nagyon egyszerűt, hogyha csak egy ilyen ferdén is felhúzod, akkor az így nagyon helyes tud lenni, például, de köthet rá dupla csomót, vagy akár el is rejtheted hátra, el is, igen, a csomót el is tűrheted oldalt, és ezt ugyanúgy használhatod hajpánként, vagy a kezedre is kötheted. Szóval és például az a nagy sál? Ő már egy abszolút téli, szóval őt leginkább a nyakad köré tekered, ugyanúgy áthurkolhatod, vagy így a válladra telíted egy telerinként. Igen, gyakorlatilag egy kisebb embernek le is fed simán. Igazából otthon tévénézés, ez is nagyon praktikus tud lenni. Hűvösebb esték. Hogyha úgy gondoljátok, hogy számotokra ez a megfelelő választás, akkor így tudom ajánlani. Mi a helyzet a férfi kiegészítőkkel? Már olyan értelemben, hogy ugye férfiak is hordanak sálat, sapkát, sőt, talán kalapot. Sapkát bátrabban, kalapot, igen, mint kalapot, a nő. Vagy hát például itt ez a baseball sapka. Igen, ami mondjuk most egy, bár lehet, hogy uniszexnek néz ki, de ez most egy női darab, de ugyanígy a férfiakon is láthatunk hasonlókat, és még azt gondolom, hogy most a karkötők azok, amik nagyon, nagyon nyerőek. Minél több, annál jobb, ugye? Hát én jobban szeretem az elvet követni, talán a kevesebb az. De hogy valaki úgy érzi, hogy abszolút ezt is vállalja, akkor természetesen. Divat hülyen próbálok. De én azt láttam, hogy nagyon vékony kis karkötőket hordanak a csajok, nagyon sokat. Szerintem ez egy elegáns verzió, hogyha úgy gondoljuk, hogy ilyen egyszerűen szeretnénk mondjuk feldobni a ruházatunkat ezekkel a kis kiegészítőkkel, de ezekkel szemben most az őszi trendekben megjelennek például ezek a nagy statement nyakláncok, akár különböző anyagok felhasználásával is. Ezt úgy értem, hogy például egy ékszerben ötvözik ezt a fémet, illetve a fát. Úgyhogy ez is a vékony kis karkötők mellett, illetve vékony kis
nyakláncok mellett, hogy ezeket említetted, ugyanígy ezek a nagy statement darabok is abszolút benne vannak a divatban, és ami még mindig hódít ezek a fontos dolgot. Azt hiszem remekül állna. Geometrikus ékszerek azok, amik még abszolút... Mi a helyzet a férfi nyaklánc? A divatos az még egyáltalán, vagy újra, vagy mi a helyzet? Én magam nem hordok nyakláncot például. Én azt gondolom, hogy talán a férfiaknál ez az ékszerviselés egy életstílus. Tehát nem mondom azt, hogy divat, hanem aki ki milyen stílust képvisel, tehát hogyha magáinak érzi azt, hogy mondjuk egy hosszú nyakláncon lógó fogat akaszt aznap a nyakába, akkor neki azt gondolom, hogy ez abszolút hiteles és stílusos, de én most inkább ilyen vékonyabb ékszereket látok, ezeket a finomabb darabokat, ugyanúgy, mint a nőknél, ahogy említetted. Hát nektek marad az óra. Igen, egy jó ami óra. Ami egy nagyon szép kiegészítő, igen. Köszönjük szépen, hogy elhoztad nekünk ezeket.